Some call it insane, say, baby, you're so vain, but I'm living on overdrive all the time. And I like the way you taste some liquor in the... Na, sziasztok, csajok! Szia! Jó látni titeket végre! Hát téged is, hát már nagyon hiányoltunk! Csajok, én még karanténban vagyok, önkéntes karanténban vonultam, én még nem mozdulok ki, de hamarosan már csatlakozni fogok én is, oké? Okay? Pedig olyat mutatnánk neked, biztos, hát, hogy nagyon-nagyon tetszene. Na, Kati, és milyen körmök készülnek neked most? Volt időt kitalálni, gondolom. Igen, egy nagyon-nagyon különleges körmöt választottam. Láttál már macska szemet? Igen. Most már az új generációs macska szemgéllapokat lehet úgy is mágnesezni, hogy végülis az egész köröm egy macska szem lesz. Egy ezüstszínű, igazán erős ilyen macska szemgéllapot használunk, és erre pedig rákerül szintén egy általad ismert Tiffany géllap, ugye ez az üveghatású géllap, egy piros. És innentől kezdve nem is ezüst lesz maga ez a macskaszem, hanem egy ilyen igazán élénk piros, és pirosban fog úgymond szint játszani ez a macskaszem. Na, ez egy körmöd volt, amit elmondtál, de további 9 még azt hiszem, hogy megfejtésre vár. Az alapja mindegyiknek ez a macska szem lesz, viszont én annyival kiegészítettem az egészet, hogy játszani fogok a hatásokkal egy picikét, tehát lesz mat fényes hatás. Aztán nem szerettem volna, hogyha valamilyen intenzív minta elveszi a hangsúlyt erről a gyönyörű effektről, úgyhogy úgy gondoltam, hogy készítek egy ilyen fehér mintát rá, ami egy picikét ilyen csipkés lett, picit áttetsző, és mégis nagyon jól kiemeli ezt a sötét, de merész színt. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó lesz, és szerintem nagyon jól illik a Katinak a stílusához. Csajok, arra gondoltam, hogy amíg ti festegettek, addig én is festegetek, mert az egész karanténban semmilyen nem volt a körmöm. Ez a jó szó rá, semmilyen. Kati, egyébként pont mikor kitört ez a koronavírus járvány, azelőtt mondogattad nekem, hogy már milyen új színekkel lehet ékesíteni a körmeinket, és akkor most én lemaradtam ezen a ponton. Nem csak te maradtál le ezekről az új színekről, hanem azt gondolom, hogy mindenki, hiszen nagyon sokan nem jártak körmöshöz, illetve hát rengeteg körmös nem dolgozott ilyenkor, úgyhogy most kerülnek elő ezek az új színek. Ugye nagyon szemeztem a banánzölddel, vagy a neon pirossal, neon korallal, ami ugye a kedvenc színeim egyike, de aztán végül ez a különleges hatás mellett tettem le a voksom, mert tényleg ez annyira egyedi, hogy imádni fogom szerintem. Én 1000 éve nem lakkoztam a körmömet. Hát ez nem lesz valami csodálatos így első. Az a lényeg. Minél csúnyájabb, annál jobb. Nem már, Bettina. Nem, csak akkor tényleg megéri elmenni körmöshöz, tudod. Megmutatom, Bettina. Na, mutasd. Figyelj. Hát ez hogy néz ki a körömágya? Anett, én úgy érzem, te most élő példája lettél annak, hogy miért jó, ha az ember körmöshöz jár, és nem otthon készíti a saját körmét. Jó van, Bettina, nagy a szád, mutasd, hogy te mit alkottál. Hát, mi éppen itt tartunk. Ezt figyelj, simán megcsinálom. Anett, én elkészültem, te hogy állsz? Képzeld, én is elkészültem. Jó, de izgalmas, na? Hú, akkor most ugrik a majom a vízbe. Vajon kinyerte a versenyt? Hát, nagyon kíváncsian várom. Na, mutasd! Na, figyelj, mutatom! Ezt tudod überelni? Hát, nem tudom, megpróbálom. Azt gondolom, sikerült. Nézd csak! Csajó! Én nem szólok vele. Jó, viccet félretéve, nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát tényleg. Jól van, Bettina, tiéd a aranyserleg. Köszönöm szépen, majd ha jössz legközelebb, el ne felejtsd elhozni. Na, csajok, mennem kell, mert csöngetett a futár. Jövő héten ugyanígy online találkozunk, oké? Oké. Szia! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!